Ez a videó az Alájmunkács építésének a második epizódja. Az első epizódban szétszedtem a tévét, most pedig a szétszedett tévét fogjuk felkészíteni a számítógép, illetve a monitor az elektronikának fogadására. Ennek érdekében megtisztítom a belsejében eltávolítom a felesleges elemeket, részegységeket, amelyek nekünk nem szükségesek, illetve méretre vágjuk a tévédobot, ugyanis kicsit túlságosan nagy darab a tévé, nem férne el az íróasztalomon, így egy picikét így összenyomjuk. Ami lényeg, hogy félbe fogjuk vágni a tévét. Rengeteg munkával jár egy ilyen beavatkozás, rengeteg vágás, csiszolás, még legfelé is, mint ahogy látni fogjátok. Sajnos az 50 éves csavarok nem igazán akarták megadni valókat. Ezen felül ki kell gitteni az elkornak réteket, meg kell erősíteni magát a szerkezetet, illetve le kell festeni a díszrészeket, a tévé belsejét, illetve legvégén foliázni kell. Nem fogok túl sokat beszélni a videóban, kicsit ilyen műhely napló lesz az egész, mivel nagyon kevés idő állt rendelkezésemre, ugyanis maradt egy hetem a vizsgaidőszakból, mivel hamar betudtam a vizsgáimat, és így gondoltam egy hét alatt elkészítem ezt a PC módot. Hát egy picit túl optimista voltam, ugyanis egy hét alatt tulajdonképpen a TV dobozával, illetve a monitornak a keretével sikerült elkészülnöm. Ebben a videóban a TV doboz elkészítését fogjuk potról-potra végigvenni. A videó hátteréért elnézést kérek, ugyanis a garázsból vettem fel a felvételeket, és a mi garázsunk egy kicsikét, hát hogy is mondjam, túfolt. És hát emiatt nem egy tökéletes háttér, miatt, de ez egy műhely napló lesz. Akkor lássuk a medvét, illetve a TV dobozát. Itt látjátok, már elkezdtem felhordni az úgynevezett katapat. Ez egy ilyen folyékony tanát nevezett massza, amelyen ki lehet tölteni a korhat fában a réseket, illetve a fúrákat, a fúratokat és a dolgokat. Remélhetőleg ezzel restaurálni lehet nagyjából a tévé elejét. Ezt a részt nem tudom cserélni, nincsenek meg az eszközeim, hogy legyártsam újra. Megösítettem a tévé alját, remélhetőleg elkezdhetem vágni. Azért van teljes lemez a tévé alatt, mert amikor kivágtam, akkor én tudtam, hogy mekkora lesz a levágott rész. És nem akartam túl kicsi lemezt. Hangszóró vonalával fogom végigvágni. Egyik lényeges pontja az építésnek a TV doboz ketté vágása volt, amit először külfűréssel próbáltam meg, azonban ez egy kicsit túl durván vágta a vékony réteget lemez, és úgy gondoltam, hogy inkább egy dekopiás fűrész lenne az ideálisabb szerszám hozzá. Egész könnyen végig tudtam vele vágni, viszonylag egyenes vonalban, ezt később tudtam kiszólni, nem volt vele probléma. Azonban egy icipicit hiba jutott a számításaimba. A vágásról készült felvételt nem találom. Igen. Hát ez hogyan mondjam, elég ciki. Szóval fölvettem ezen az egy hét alatt körülbelül olyan 20-30
30 órányi anyagot, és mivel az akkor még egyben lévő asztali gépen már konvertáltam az anyagot, az a sokkal gyorsabb, mint a laptopom, és hát valahogy vagy rajta maradt, ami ugye most otthon van, vagy elvetett. És hát, bocsánat, képzeljétek ide, hogy itt az így ketté vágom. Miután a tévét ketté vágtam, nekiállhatok lecsiszolni az előző megépített felületeket. Mivel ketté lett vágva a tévédobot, újra el kell készítenünk a hátsó merevítő elemeit. Kezdve az alsó merevítővel, ezzel, a főső merevítőt már beragasztottam tegnap, így hátra van ez, illetve még a tévédobot oldalára is készítünk merevítő elemeket. Ezután következett az ajtó elkészítése, ami tulajdonképpen a számítógép alapján a tartója is lett. Patek ragasztót használok, egy picit drága, viszont nagyon jó minőség és nagyon erős ragasztásokat képes létrehozni. Szükség is lesz rá, mivel a tévédobot eléggé el van vetemedve, most szétvágtam, most még jobban látszik, hogy meg szépen vetemedve. Hiába az 50 év nem telt el nyomtalanul. Ám mielőtt beragasztanám, először a belső burkolatot fogom megbontani ezzel a vésővel, mivel magához a dobot fa anyagához szeretném ragasztani, nem a laminált burkoló lemezhet. Ragasztás előtt mindig tisztítjuk meg a felületeket, hogy a ragasztó minél jobban megtapadhasson. Esetünkben ez azért fontos, mivel nem tudom mennyire látszik, de a tévének aljának van egy kis elhajlása, amit ezzel a merevítő elemmel fogunk összefogni. Ezt összeragasztom, illetve mikor a megszaradt a ragasztó, akkor össze is fogom szegezni, így remélhetően nem fogja elengedni magát. Amíg a ragasztó szárad, úgy döntöttem elkészítem a tévé alját, illetve az alsó merevítőket, ebből a 10 mm vastag létből. Nem lesz teljesen befedve a tévé alja, mivel ez az egyik ventilációs rés, hogy a hűtés megfelelő legyen. Az oldalán majd kivágom újra a hangszóró nyílásokat, ott lesznek a ventilátorok, és így megfelelő légáramlás lesz majd a gépházban. Ragasztóval nem spórolunk, főleg, hogy a teherbíró helye kell. Hogy megerősítsem itt ezt az elkorhat részt, vágtam egy darab tízes deszkát, ide szépen be fogom ragasztani, így már remélhetően nem fog eltörni a tévé eleje. Sajnos meg van repedve, ez várható, mert széjjel van korhatva, de ezt a részt nem tudom kicserélni.
lassan körvonalazódik, hogyan fog kinézni a tévé hátulja. Ebből a két deszkából megcsinálom az oldalát. Így, mint ahogy látjátok. Ez adni fog neki egy keretet, egy tartást. Mint látjátok, szépen illeszkedik a helyére, úgyhogy ragasztok is be. Néhány óra után a ragasztó már megszáradt, így tovább mehetünk. A ragasztó tévé hátoldal még szögekkel megerősítem, hogy biztos, hogy ne esessen széjjel. És rendesen tartsa a hátlapot. Most, hogy már szilárd a felépítmény, elkezdtek dolgozni, tervezni a hátsó ajtaját az egész tévének, amelyre maga a számítógép fog felkerülni, illetve a monitor rögzítésén is elkezdtek gondolkodni. Még ki kell vágnom az oldalával a hangszóró rácsának a helyét, illetve a program kapcsoló helyét. Mivel nincs egész be akkora a lapom, amivel ezt betethetném, ezért ebből a lapból fogom megcsinálni, ezt ketté vágom, a két helyét összeragasztom, és ebből lesz a hátlapja a tévének, ez az ajtó, aminek segítsége a számítógép szerelhető lesz. Thank you.
ahogy láttátok, elkészültek a ventilációs nyílások, illetve a dekoráció. Már csak a hátsó ajtó van hátra, és kezdhetem újra begittelni mindenhol, ahol szükséges, és kész a csiszolni a TV házát. Nézzétek meg! Ide a torral kapcsoló, és az egyik hangszóró nyílás, ami ventilátor és hangszóró nyílás lesz egyben. Lesz egy hangszóró és egy 12 centis ventilátor a megfelelő hűtésért. A TV másik oldalán még egy ventilátor és hangszóró nyílás, stereo hangszóró lesz benne. Most már nagyjából készen vagyunk a munkával, elkezdhetjük lecsiszolni az éles éleket. A következő munkafázis a TV hátlapelet elkészítése lesz. A szemadni nap folyamán elkészítettünk egy ilyen sapupalot, amin viszintesen össze tudunk ragasztani teljesen azonos síkban két lapot, amiből majd el fogom készíteni a TV hátlapját. Már megnézzük, hogy sikerült a művelet. Egy éjszakát pihent viszonylag meleg helyen, tehát ilyen 10 fokban. Jónak tűnik, remélem tartós is lesz a ragasztás, ezt majd meglátjuk, majd át lesz csiszolva szépen, és így le lesz vágva belőle megfelelő méret. Egyelőre sikerként könyveljük el, ha később eltörik, hát az azok nem lesz siker. Most pedig fogjuk ezt a darabot, megmérjük mekkorát kell majd levágni, hogy megfeleljen az ajtó méretének, utána elkészítjük belőle a hátlagát a tévének. Mielőtt nekiállnék vágni, két darab kis fadarabban megerősítem a ragasztás mentén, hogy a dekopírfész miatti rendzések miatt nehogy elváljon a két lemez egymástól. Elkészült a hátlap, bejelöltem rajta, hogy melyik oldala van kívül, illetve a alul-föl irányokat. Sajnos nem teljesen négyzet alakú, mivel a tévének van némi betemedése, ez sajnos együtt jár egy 50 éves faszerkezettel, ami egy nyitott helyiségben volt, kitéve hidegnek, melegnek és esetenként víznek, de örülök neki, hogy legalább ennyire sikerült megmenteni. Erre az oldalára kerül két darab zsanér, ide pedig egy tolózár. Következő lépésben lecsiszolom, és beillesztjük rendesen a helyére. Thank you.
az ajtó zárására, illetve becsukva tartására ezt a szekrényzárat fogunk felhasználni. Ennek van kulcsa, és mind és egyben van az egész, a könnyű felszerelni. Végeztem a belső rész kialakításával, most egy vékony testrészeget kap, mind fel a külső rész, mind a belseje. Készíteni fogok a TVS talpakat, már alá vannak próbálva, itt látjátok mindjárt. Hátul egy-egy kis fatuskó tartja majd, elől pedig egy egybe talp lesz. Miután minden műveletet elvégeztem a TV dobozával, tehát készen van a keret, készen van a talpa, készen vannak a díszcsíkoknak a helyreállítása, tehát minden megvan. Következett a festés, amely elég sok időt vett el, legalább egy másfél napom ráment arra, hogy csak festegettem. Le kellett festeni a TV dobozt át belülről, a díszcsíkokat kellett részfestéke újra átfesteni, mivel egy kicsit ugye megkarcolódtak az élek során, és meg is törtek pár helyen, helyre hoztam. Le kellett festeni még a TV előlapját, illetve az előlapi kapcsoló kereteit, illetve és a kapcsoló gombokat, illetve a tekerő gombokat. A festés közben látjuk minket, hogy hajszárítóval melegítem a festéket. Ez egyrészt azért volt, mert hideg volt a garázsban, tehát ilyen 10-12 foknál följött a fonáltató, és ez még fűtéssel sem. És szerettem volna, hogy hamarabb megszáradjon, mivel igyekeztem a munkával. Ezért van az, hogy néha nem túl jók a felvételek, van egy-két felvétel, ami homályos lett, mert nem töltem elég időt a beállításra, amit mondtam, elég szoros határidővel dolgoztam, és emiatt sajnos nem lett igazán tökéletes ez a videó. Mint láthatod, lealapoztam az előlapot, most részfestékkel le fogom festeni, azért ezzel, mert ez tűnik nekem stílusban közel állónak a tévéhez.
Ezután következett az egyik legnehezebb művelet számomra, a fóliázás. Autófóliával dolgoztam már, tehát nagyobb elemeket is fóliáztam már, viszont butorfóliát még sohasem használtam. Ez jóval vastagabb, mint az autófólia, és nem lehet gyújtani, tehát nagyon nem szereti, hogyha kis ívben van meghajlítva, illetve hogyha egynél több ívet kell átfednie, ezért elég nehéz a TV butorfóliát egy fóliadarabból lefóliázni. Ehhez húgom a segítségét is kértem. A téli előlapja sajnos sokkal trükkösebb volt, ugyanis ott több ív van egyszerre, tehát főleg a sarkokban egyszerre megvan a terjedékszűrű sarok, illetve befelé is íves. Ezt nem tudtam teljesen tökéletesen megcsinálni, ezért tulajdonképpen a téli előlapjának sarkai az egyetlen szégyen volt, tehát ilyen nem igazán tökéletes rész a tévén. Ezzel nem igen tudtam mit kezdeni, tehát ötletem sincs, hogyan lehetne ezt normálisan lefóliázni. Lehet egyszer újra csinálom, de egyelőre így hagyom. Ezen kívül a tévé elejének az alsó része. Kicsit nehéz volt fóliázni, mivel hiába kentem ki vitte, hiába töltöttem fel ragasztóval összes korhat részt, korhadás lukat. Így sem mindenhol tapadt meg a fólia a fán. Ez a szivacsár rohadással magyarázható. Megpróbáltam ragasztóval rásegíteni, nagyjából sikerült is. Csak nagyon közelről látszik, úgyhogy nekem egyre megszállt. De most dolgoztam ilyen anyaggal, és igaz, hogy elment rá majdnem egy egész nap, amire készen lett, de megérte. Billions depend upon you.
Egyelőre ennyi lesz ebben a videóban, amit itt láthatotok, az nekem hadnapi munkám eredménye. Készen van a TV-doboz, a következő részben majd az elektromos részekkel, illetve a monitorra, magával a monitorra, a monitor rögzítéssel fogunk foglalkozni, illetve a potméterek átalakítása a kapcsolókkal, tehát a TV eredeti kezelő szerveivel lehet majd a monitornak a funkcióit vezérelni, és a számítógépet kibekapcsolni. Ezen kívül a két rögzítését is el fogom készíteni. Ha kíváncsi vagy az előző részre, akkor a megnézete itt, vagy hát valahol ide fogom majd rakni a linket. És a következő rész majd a jövő héten fog megjelenni, azonban a harmadik részszel még nem fog véget érni ez a széria, ugyanis nem csak ez a TV fog elkészülni, hanem egy hozzáillő, témájába hozzáillő billentyűzeti segéd is, illetve egy átlagított webkamerát is fogok készíteni hozzá, ami szintén így retrósítva lesz. De még gondolkozom egy régi 40-es évekbeli rádióból készült hangfalon, ami az a probléma, hogy a donornak szánt rádió az működik. Tehát azt nem fogom széjjelzteni, úgyhogy valószínűleg kerítenem kell egy másikat, mivel van egy vadásztörténet gyár által gyártott R639-es, ha jól emlékszem, koncert rádió, amit én nagyon sajnálnék szíteni, mert olyan szép állapotban van, és az a tényleg bűncselekmény lenne, hogyha egy ilyen jó állapotú rádiót tönkretennék, úgyhogy majd mi meglátjuk a folytatást, addig is sziasztok, a harmadik részben majd jön.